Kedves nézőink, Önök a Bicskei Televízió híradóját látják, nézzük mai műsorunk tartalmát. Töklámpás faragó versenyt rendeztek a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában. A maszkviselésről kérdeztük dr. Balogh Gyula főorvost. Nyílt nap a Vajda János Technikumban. Magyar Iné Kis Ilona hobbi árt műhelyében jártunk. Megérkeztek és újra kiosztásra kerültek az allergiás rohamokat kezelő injekciók a Bicskei Oktatási és Nevelési Intézményekbe. Az EpiPen injekció, amelyek allergiás rohamok esetén akár életet is menthetnek, a bicskei óvodákban, bölcsödében és általános valami középiskolában is megérkezett. Bálint Istvánné polgármesterasszony az intézmények dolgozóinak, illetve vezetőinek elmondta, bízik benne, hogy nem lesz szükség az injekciók használatára, de ha mégis, most már rendelkezésre állnak. A polgármester mindenkit biztosított róla, amennyiben az injekciók pótlása szükséges, az önkormányzat erről is gondoskodik. Ezúttal Bálint Istvánné polgármesterasszony Csörgő Lákos alpolgármester úrral a Szent László általános iskolában, a Kossuth Zsuzsa általános iskolában és gyermekotthonban, a bölcsödében, valamint a Kakostag óvodában adta át a vezetők részére az injekciót. Sokan fordulnak meg nap mint nap egészségügyi intézményekben, s az ősz beköszöntével gyakori látvány lett a köhögéssel küzdők látványa is. Ugyanakkor nem mindegy, mire kell készülnünk, ha orvoshoz megyünk, vigyünk-e maszkot, vagy sem. Őszi időszak, az embereknél ugye előjönnek ezek a folyamatos köhögések, illetve a különböző olyan allergiás dolgok, amelyek elengedhetetlenek, hogy kell-e maszkot viselni az egészségügyi intézményeibe, vagy nem. Ezügyben is érdeklődnénk nálatok, hogy itt mi a helyzet az egészségügyi, Bicske Egészségügyi Központban, illetve milyen tünetekkel jönnek a betegek. Hát nem vagyunk meglepve, teljesen meride beteg emberek szoktak jönni jellemzően, és a szezonális betegségek időszakában jönnek is, elsősorban a felső légúti burutos betegségben szenvedők. Központi elrendelés nincs maszkviselést illetően. Én még nem tartottam indokoltnak, hogy kötelező jelleggel legyen a maszkviselés elvárása, viszont minden ajtóra kifüggesztettük, hogy aki hurutos tünetekkel érkezik, az viseljen maszkot. Nyilván nem feltétlenül jár kell maszkkal mindenki, a beteg irányítóban 100 forintért tud venni magának. Akkor most mondhatom azt, hogy kicsit még felélegezhetünk ebből az időszakra. Igen. Hát magyarul mindenkinek a józan belátására van bízva az, hogy hordjon maszkot. Ő maga érzi, hogy milyen állapotban van egy hasfájós betegnek, nyilván fölösleges maszkot viselni, de az időszaki jellemző hurutos betegségek esetén hordja a maszkot, mint ahogy joggal elvárja ő is, hogy aki az ő környezetébe jön, és ő maga egyébként egészséges, akkor ő hozzá se hozzák a fertőző vágyenseket. És ugye a másik ilyen költői kérdés az pedig a védőoltások, hogy esetlegesen mit ajánl a szakember, és mi az, amit elfogadnak a páciensek? Igen. Hát, hogy mit fogadnak el a páciensek, ahhoz ugye erről mi nem tudunk nyilatkozni. Ami általánosságban érvényes, korábban, most is és a jövőben is, elsősorban az idős emberek, krónikus betegségben szenvedők célszerű, hogyha oltatják magukat, mert lehet valaki olyan ugyan még stabil, de a billegő állapothoz közeli stabilitású betegségben szenved, amikor egy ilyen hurutos betegség elbillentheti abba az irányba, ahonnan hát nehéz visszajönni adott esetben. Töklámpás faragó versenyt rendeztek a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Prohászkút épületében. A 7 éve tartó megmérettetése idén 84 alkotás érkezett. Ez rekordnak számít. Thank you.
Az eredmény hirdetése október 22-én került sor, ahol Schulman Tiborné, a Bicskei Egyeszámú Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriuma elnöke adta át a díjakat a gyermekeknek. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Technikuma nyílt napot szervezett október 21-én. Jelenleg az iskolában 258 diák jár. És ezt azért mondom el előjáróba, amiért megemlítettem ezt a szülői érdekezleteken is. Kis létszámú iskola vagyok, ami különösen fontos a családok és a gyerekek számára. Eléggé fontos ezt behatárolni, mert azért egy 1500 fős iskolában sokkal nehezebb boldogulni, és egy teljesen más közegbe kerülnek be ugye gyerekek, és előre mondom, hogy minden módján ezt fogják tanulni. Tehát elsősorban, ha ágazatot választanak, azért nézzék meg mindig a háttérbe, hogy milyen iskolába, milyen közegbe kerülnek be a gyerekek, és milyen messzire kell lehet bejárni. Mert ma reggel is volt egy telefonunk, a diák egyekről jár be Győrbe, gépészetre, és holnap reggel jönnek, mert nem bírja a gyerek a bejárás. Nagyon sok idő. Jó? A Vajda János Technikum régen gimnáziumként működött Bicskén, most már 4-5 éve csak szakképzéssel foglalkozunk. Három fő ágazatunk van a technikumban, az első az a rendészet, tehát az első az a közszolgálati technikus képzése. Erről azt kell tudni, hogy azért olyan kiemelt és azért annyira népszerű, mert rengeteg gyakorlati órát, mozgásórát tartalmaz, és leginkább ezért szeretik a diákok, mert elég változatos, mozgásgyús ágazati képzésről van szó. Mi itt ebben az intézményben a rendészeti technikus szakmai irányt választottuk ezen az ágazaton, azért is, mert hogy talán azt mondom, hogy ez érdekesebb a diákok számára, kevesebb elméletet, kevesebb száraz tananyagot tartalmaz. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ha nem is rendőrnek, de a közszolgálatban, a polgármesteri hivatalon túl az okmányirodáig igazából nagyon nagy területen elhelyezkedhetnek a diákok. Nagyon-nagyon sokrétű képzést tartalmaz. Ők a tavalyi ágazati vizsgásaink, akik a 10. év végén vizsgáztak le, látható, hogy kapnak egyet, tehát azért elég komolyan veszük ezt a képzést, így pedig a bicskei rendőrségről jöttek el egy gyakorlati órát megnézni. Ilyen lesz ma is a bemutató órán, itt lesz majd berendezve szőnyeket, és itt fogják tartani az önvédelem órát. A második ágazat, az a én szívem csücskemelén, és ezen az ágazaton kellett szemelét oktatni, ez a kereskedő és webáruházi technikus. Ez az az ágazat, ahol most már megvalósítottuk a duális képzést is, ez azt jelenti, hogy a diákjaink a 11. évfolyamon, amikor elkezdik a szakmai oktatást, akkor már kihelyezzük őket céghez, jelenleg a Tesco a nagy partnerünk ebben, jönnek is ma bemutató órát tartani és tájékoztatót tartani, és több szülő értekezleten elmondta, hogy ez egy kiemelt terület otthon a családi beszélgetéseknél, mert hogy a 11. ők munkaszerződéssel lesznek kihelyezve, tehát munkavállalók lesznek, és erről azért nagyon-nagyon sokat kell beszélgetni a diákokról, mert hogy konkrétan ugyanazzal a szerződéssel fognak kint dolgozni, ahogy mi dolgozunk itt a mindennapokban. Ami nagyon nagy előnye, hogy fizetést kapnak. Ezzel a kereskedő és webáruházi technikus képzéssel tulajdonképpen a Covid alatt bővül ki ez a képzés, hogy a webáruházzal is megismerkedjenek a diákjaink. Ez a tavalyi 10. évfolyam ágazati vizsgásai sikeres arca. És hát az új képzésünk a gépésztechnikus. A gépésztechnikus képzés miatt ma 2 cég jön hozzánk bemutatót tartani, az egyik az MCT, a másik pedig a Magyar Web. És ezzel ennek kapcsán 2026-ra teljes felújítást kap az iskola, ugyanis a gépésztechnikussal fogunk kapni egy új tanműhelyt, több Bicskei ül, vagy Bicske környéki itt most a padokban, és kint az evangélikus templom mellett a régi óvoda épületét fogjuk megkapni tanműhelyként, az teljes körülön fel lesz újítva, és ehhez kapcsolódóan pedig az iskola is új külsőt fog kapni.
Bemutatták a szakképzés sajátosságait, rendvédelmi, kereskedelmi és gépészeti ágazati nyílt órákon kaphattak képet a szakmáról és az intézményről egyaránt az érdeklődők. Nagyon köszönöm, hogy itt lehet a Bicskei TV a mai nyílt napotokon, és én azt gondolom, hogy az iskola felé töretlen az érdeklődés és a népszerűség, hogy láthatjuk, a nyolcadikosok nagyon nagy létszámban vannak itt most jelen a nyílt napon. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy a következő tanévben mit is kínál az iskola. Hát nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Én is, mert nagyon örültünk a hatalmas számú regisztrációnak. Ma október 21-én, tehát több mint 60-an jelentkeztek a nyílt napunkra. Rendészet és közszolgálat, gépészetórák és kereskedelem órák kerülnek ma bemutatásra, és ezek az ágazatok indulnak a következő évben is az intézményünkben. Hát tényleg töretlen a lelkesedés most az iskola felé, mert ebben a tanévben 3 9. osztályt tudtunk indítani, amire most már nagyon-nagyon régóta nem volt példa. Ami kifejezetten jó lesz, hogy tavasszal elindul az iskola felújítása, tehát egy gyönyörű, szép, modernizált intézménybe várhatjuk majd a következő évben a jelenlegi 8-osainkat. Megindul a tanműhelynek is az építése kint a Tatai úton, úgyhogy Bicske egy gyönyörű, szép új középiskolát fog kapni. Itt van az, amit ti kínáltok, de mi a diákok visszajelzése? Mert én azt gondolom, hogy ez nem csak, hogy a programjaitok, amit szerveztek, arra is óriási az érdeklődés, de én azt gondolom, hogy aki ide jár, az elmondhatja, igazi vajdás. Igen, szerintem is, mint ahogy mi is mindannyian a legtöbb oktató is igazi vajdás volt, és oktatóként, dolgozóként is azt mondhatnánk, hogy igazi vajdások vagyunk. A jelenlegi diákjaink, hát igazi középiskolások, kamaszok. Én azt kell, hogy mondjam, hogy én összességében ők nagyon jól érzik magukat az iskolában. Főleg azért, mert tényleg, amit minden egyes alkalommal elmondom, hogy itt mi ismerjük egymást. Mindenkiről nagyjából tudunk mindent. Tudunk velük személyesen sokkal többet foglalkozni, mint egy óriási mega iskolában. És ez az, ami kiemelkedő itt nálunk. Biztos, hogy vannak olyan érzéseik, amikor valami nem jó, nem jól érzik magukat, tényleg ránk tudnak csapni az ajtót. Ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy ezt nem is kell eltakargatni, de összességében azt mondanám, hogy ők itt azért jól érzik magukat. Tudják, hogy merre meddig. Beszéljünk egy kicsit az iskola életéről még, hogy mi vár rátok ebben az évben, ugyanis most így október 23-án előtt elmondhatjuk azt, hogy hamarosan a művelődési központban ugye lesz a ünnepi megemlékezésetek, illetve hát még azért van egy-két dolog, ami az év hátralevő részében iskolai program. Hát a hagyományos iskolai ünnepeket, mint egy városnak a középiskolája, mi megtartottuk. Tehát ugyanúgy tartunk iskolai ünnepségeket, ugyanúgy megtartjuk az iskolai eseményeket, ezektől nem fogunk elzárkozni a továbbiakra sem. Februárban lesz a szalvagavató ünnepségünk, amire most kifejezetten úgy készülünk, hogy egy kiemelkedő esemény legyen az iskola életében. Februárban fogunk menni Lengyelországban egy hétre, amit a két tanári házaspárunk, a Vigyika házaspár pályázott meg, és az iskola elnyert 2 millió forintot erre az útra. Ez lesz egy nagy esemény nálunk. Tavasszal elindul ugye az iskolának a felújítása. A másik nagy esemény, hogy nagyon szeretnénk elindítani itt a térségben, tehát Bicskén és környékén az Erasmus Plus programot, úgyhogy remélhetőleg ez a következő tanévekben szépen sínre fog kerülni. Az intézmény következő nyílt napjára november 21-én kerül sor. Magyar Inné Kis Ilona 2018 óta foglalkozik természetgyógyászattal, főként kineziológiával. 2023-ban szerezte meg az okleveles rajzvizsgálati szakértői végzettségét a Rajz Elemzési Intézetben. Itt annak a híve, hogy ha az alapkép tetszik valakinek, akkor saját magára kell alakítania, így ugyanannak a képnek a festése során számtalan egyedi alkotást tud születni. Hitvallása szerint magának az alkotói folyamatnak kell élménnyé válni, és nem a határok közé szorítva megfelelni egy elvárásnak, így tud kiteljesedni az alkotói szabadság, és így válik igazi élménnyé a végeredmény is. Hobby Art stúdiójában workshopokkal várja az érdeklődőket. Járól beszéltünk utoljára. És akkor említetted nekem, hogy hát belevágsz egy olyan történetbe, ami szerintem egy egyedi dolog, nem csak itt a városban, hanem a képzőművészet terén is, mégpedig egy
saját hobbi, összekötjük egy kicsit a oktatással. És most jelenleg itt vagyunk nálad a szalonban. Igen. És erős vannak készítve, hamarosan érkezik hozzá a gyerekek foglalkozásokra. Beszéljünk egy kicsit a nyárról, és most már itt vagyunk az őszben. Mi történt az utóbbi két hónapban? Hát igazándiból elindultak az élményfestéseink, és nagyon nagy érdeklődéssel fordultak a bicskeiek és a bicske körül élők a foglalkozások iránt. Azt kell mondjam, hogy nem csak a felnőttek, hanem a gyerekek körében is nagyon-nagyon népszerűek a foglalkozások, és nem csak festeni, hanem rajzolni is szerettek volna, hiszen ugye az élményfestéseken előrajzolom a képeket, és a gyerekekben mindig felmerült az az ötlet, hogy hát, hogy miért van ez itt előrajzolva, miért nem ők rajzolják elő, és miért nem úgy rajzolják elő, ahogy ők szeretnék, és egészen egyszerű volt a válasz, maguk megválaszolták nevetve, hogy de hát mi nem tudunk rajzolni. És mondtam nekik, hogy igazán, de valaki tud festeni, az rajzolni is tud, és minden gyerek és minden felnőtt képes erre, és ezért elindultak szeptembertől a rajzkurzusok, ami szerencsére keddi napokon már egész létszámmal működik, 8 fő van a foglalkozásokon, jövő héttől elindul a hétfői kurzus, és ami a legmeglepőbb, hogy nagyon sok fiú jelentkező van, és egészen a 6 évestől a felső tagozatos gyerekekig vannak vegyesen. Egy nagyon jó kis csapat állt össze, és azt mondanám, hogy nagyon tehetségesek. Tehát nagyon gyorsan fejlődnek, és visszatérnek, tehát szeretnek ide járni, szeretnek rajzolni és festeni is, és most már saját ötleteik vannak, ami nagyon-nagyon jó, hiszen a kreativitás a fő fontosságú a gyerekek szempontjából a festés és a rajzolásnál, hogy ő azt csinálják, amit ők szeretnének, úgyhogy lehet látni az asztalokon, hogy mindenki mást rajzol. Ez ugye kineziológiai szempontból, tehát a természetgyógyász szempontból nagyon-nagyon fontos, hiszen a gyerekek meg a felnőttek összehasonlítják a műveiket. És egy-egy ilyen élményfestésen, vagy rajzoláson rögtön megállapítja, hogy jó, hát az XY tehetséges, de én nem vagyok, csak ilyen. Tehát azonnal minősíti saját magát és a társait, és mindenki, ha egy formát festünk, vagy rajzolunk. És ebből kifolyólag én úgy döntöttem, hogy nem rajzolunk csak az első tanfolyamon egyformát, és onnantól kezdve mindenki azt csinálja, ami az ő vonala. Úgyhogy egész meglepő módon múlt héten van egy kislányki portrét kezdett rajzolni, különösen nagyon-nagyon jó kézügyességgel, és vannak olyan fiúk, akiknek nagyon meglepő kéréseik vannak, hogy mit szeretnének rajzolni, de ettől boldogok. És én azt gondolom, hogy nagyon jó hatással van ez a hétköznapjaikra is. Van olyan kislány, aki hazavitte a rajzot, és benevezett vele rajzversenyre, ahol első helyezést ért el, és következő héten jött nagyon nagy boldogsággal, hogy elmesélje ezt, hogy mi történt. Ez egy nagyon jó program, és ugye nem csak kikapcsolódás, hanem fejlesztés a gyerekeket. Emellett múlt héten már felvetődött az, hogy különböző kiállításokra a jövő évtől elviszem a gyerekeket. Egy kislányom, ha lehet így nevezni őt, a Fruzsi, ő a múlt héten egy nemzetközi verseny kiállítója volt, mert egy képe bejutott, amit nálam festett. Vele tervezzük a további kiállításokat is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a gyerekeknek a képei, meg a művei, amiket előállítanak, rendkívül fontosságú lehet itt a környéken, ugyanis szerintem 30-40 kilométeres körzetben nincsen ilyen lehetőség, hogy a gyerekeket így fejlesszük ilyen módon. Ugye én azt gondolom, hogy egy ilyen riport után sokkal kedvet kapnak ehhez a dologhoz. Megítélésed szerint, illetve egy kicsit azért a szülők, én azt gondolom azért látják a gyereknek a mindennapi kézügyességet, mert hát azért végig is valami alapadottság kell ez a dologhoz. Te hogy látod, hogy kell ehhez tehetség, vagy a sok gyakorlásuk kifizetődő? Nem nevezném tehetségnek.
én sem vagyok tehetséges, tehát azt mondanám, ahova én járok festeni, nálam sokkal, sokkal jobb képeket festő emberek vannak, ehhez egészen más kell. Van olyan gyerek, aki tényleg ez a napocskai és házacska, amit az Zoviba tanultunk, ezen a szinten megekedt, és ő azt gondolja, hogy ő nem tud rajzolni, fogalma nincsen semmiről, és biztos, hogy nem fog tudni ilyet rajzolni, mint amit én mondok neki. És gyakorlatilag az első kép után, amikor megmutatom nekik az alaptechnikákat, van 4-5 olyan alaptechnika, ami jobb agyféltek és módszeren alapszik. De ugye ez a módszer ez úgy van kitalálva, hogy 2-3 napos képzés keretein belül kell, vagy lehet ezt oktatni. Én nagyon sok könyvet átnéztem, 2 jobb agyféltek és tanfolyamot elvégeztem, sőt, ahol én tanulok, hogy jobb agyféltek és alapon oktatnak. És a kineziológiából kivéve eszközöket, gyakorlatilag pszichésen meg lehet győzni bárkit arról, hogyha elsajátítja ezt a 4-5 módszert, akkor bármit le tud másolni. És ezzel indulunk, hogy mindenki másol bizonyos képeket, és minél többet másolunk, a látó képünk, tehát nem csak az, hogy nézzük a képet, hanem látjuk, amit le kell rajzolnunk rajta, ez így fejlődik. Most ez a képesség, ez valakinek, amikor idejön már adott, mert rengeteget másolt, tehát elmondják a szülők, hogy telefonról, számítógépből, könyvből, kicsinyíti, nagyítja, másolja a dolgokat, tehát van olyan gyerek, aki 5 perc alatt elsajátította ezeket a technikákat, és mivel már ez a képességgel fejlett, ezért sokkal gyorsabban halad, és van olyan gyerek, aki csak így magától színezgetett, rajzolgatott, soha nem próbálkozott mondjuk rajzfilmfigurák, vagy bármi, ami a korának megfelelő másolásával. Nyilván neki kell 5-10-15 rajzot elkészíteni, mire meglátja azt, amit a másik gyerek meg először már meglátott. És ezért nagyon fontos, hogy nem szabad ugyanazt rajzolni, tehát mindig a gyerek képességeinek megfelelően kell adni neki képet, bonyolultságát nézve, tanulsokat nézve. Ugye ez az iskola rendszernél elég nagy probléma, mert ott rajzol rá mindenki ugyanazt rajzolja, és pont, hogy kijön ez a képesség hiánya, vagy ennek a képességnek a jó oldala, és ott a gyerekek elvesztik ezt az érdeklődést a rajz iránt, mert úgy ítéli meg, hogy ő béna. Ő nem tudja azt megcsinálni, amit a másik gyerek, ő sokkal szebben rajzol, mert ugye ugyanazt kell nekik rajzolni rajzórán, vagy technika órán, vagy nevezzük bármilyen órának, művészeti órán. És azonnal elkezdi összehasonlítani. És nyilván mondjuk egy portrét a 8 gyerekből 3-nak oda tudok adni, mert olyan képességekkel rendelkezik jelenleg, de van olyan, akinek egész egyszerű rajzot kell adni, tehát itt megértik azt a gyerekek, hogy ő nem béna, csak nem fejlett ez a képessége. De ez fejleszthető ugyanúgy, ahogy én sem tudtam rajzolni, tehát én nem úgy születtem, vagy én nem vagyok őstehetség, és ezt mindig elmondom nekik, megmutogatom nekik az 5 évvel ezelőtti képeimet, ellen meg a mostani képeket, hogy látszik rajta a fejlődés, és ugye nyilván nem mindegy a kiinduló pont. Most a Fruzsinál ez a kiinduló pont egy nagyon magas helyen foglalt, vagy foglalja el ezt a nagyon magas helyet, hiszen őt már alapképességekben nem kell fejleszteni, neki csak technikai tudásra van szüksége, viszont önállóan rajzolni még ő sem tud teljesen önállóan, tehát például otthon nem képes egyedül festményeket mázolni, festeni, rajzolni, de hogy minél többet csinálják ezt a gyerekek, és ugye olyan képeket, ami egyre bonyolultabb, tehát minden héten jönnek, és vagy minden hónapban, aki élményfestésre jön, és egyre jobbakat, egyre színesebbeket, egyre élethűbb képeket tudnak csinálni, és ezt nagyon-nagyon élvezik. Úgyhogy én azt láttam a múlt heti kiállításon, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy a gyerekek önbizalmát növeljük
a kiállítással, vagy azok a lehetőségekkel, hogy díjazva vannak, hogy sok ember látja, hogy ki van téve a képük, mert önmaguk attól nem hiszik el, hogy az anya azt mondja neki, hogy jól rajzol. Pedig egyébként minden gyerek tud rajzolni, és minden felnőtt is tud rajzolni. Tehát aki eljön ide, mindenki megrajzolta még az adott képet, portrét megfestette, nyilván itt is vannak minőségbeli eltérések, és a felnőttekkel nehezebb, hiszen megrögzötten negatívan állunk a saját dolgainkhoz, és elégedetlenek vagyunk, a gyerekeknél nincs így. Tehát ő elrontja, nyugtázza, hogy elrontotta, aztán rajzol mellé kis pillangot, tehát hogy nem nagyon érdekli őket, csak a maximalistákat, vagy aki nagyon ilyen megfelelési kényszerekkel küzd, de ezeken is nagyon jól tudunk dolgozni a rajz segítségével, hiszen látják, hogy mindent ki lehet radírozni, hogy mindent előről lehet kezdeni, hogyha másodszorra rajzolodra sokkal jobb lesz, mint amit először rajzoltál, és ezeket a gyerekek hasznosítják a mindennapokban.